Ez Gajcsi Blanka műhelye, amit az évek során maga hozott létre. Itt készülnek a különböző, ötletesebbnél ötletesebb ékszerek. Blanka az ötvös szakmát még a pécsi művészeti gimiben tanulta, majd egyetemre a művészeti karra szobrászművész szakra járt. Nem akartam Budapestre menni, nem szerettem annyira ezt a nagyváros feelinget, és ugye Pécsen nincsen sajnos ötvös képzés az egyetemi szinten, úgyhogy így a kettő együtt, és akkor elkezdtem már a középiskola alatt is mintázni, és akkor így jött végül is ez a szobrászat dolog. Az egyetem után a szobrászat felől mégiscsak visszakanyarodott az ötvös szakma felé. Az egyetemi évek végén kaptam egy, így közösen igazából egy ötvös ismerősön keresztül elkezdtük csinálni a Zóbb Katinak és a Zsolnainak ezt a közös ékszer kollekcióját, és akkor így ott már visszakacsingattam, aztán így úgy döntöttem, hogy mégiscsak az az én szakmám. 2 saját bizniszbe kezdett, és megszületett a Gajcsi Blanka ékszer, mint márka. Persze nem egyből kezdett a jelenleg látható, jól felszerelt műhelyében dolgozni. Mindig, ahogy sikerült félrelagosgatni, mindig egy-egy újabb szerszámot megvásárolni. Hát nem egy olcsó mulatság egy ötvös műhelyet csinálni. Úgyhogy eleinte még visszajártam fusizni a gimibe. És akkor úgy kezdtem el, hogy a volt tanáraim voltak olyan rendesek, hogy megengedték, hogy visszamenjek néha dolgozgatni, és akkor ugye elkezdtem vásározni velük, és akkor így egyre több megrendelés, úgyhogy így szépen apránként. És akkor most ennek a Pécsen ugye indult ez az önindítós pályázat, abban én is részt vettem, tavaly nyár elején kezdődött, és akkor most már sikerült eléggé szép kis műhelyt megcsinálni, úgyhogy vettem egy öntőberendezést, kemencét, meg mindenféle mást ilyen technikai dolgot, ami segít. Ez az öntőberendezés segít neki például abban is, hogy már viaszfeszejtéses technikával is tud ékszereket készíteni. Így készül például ez a darumadár is, ami kollekciójának egyik kiemelt darabja. 3 típusú ékszer jellemző rám, ugye ez egyik az, hogy nagyon szeretem az ilyen természetes dolgokat. Az volt talán az első irányzat, mindenféle terméseket, természeti formákat foglalok, ezüstbe főleg. Készítek még kerámiával kombinálva, és ezeket a figurális dolgokat. Blanka csak néhány munkafolyamatot mutatott be nekünk, például azt, hogy hogyan lesz egy ezüst hasából vékony húzal. Egy darabig ott lettünk volna még, ha megvárjuk a végeredményt, de így is láthattuk, hogy bizony a kézzel készített ékszer hosszú munkaórákba telik, míg elkészül. Így aztán már érthető, hogy miért kerül annyiba, amennyibe kerül bármilyen kézműves tárgy. Hogy mások is betekintést nyerhessenek egy ötvös műhely működésébe, Blanka szívesen kezdeményezne nyitott műhely foglalkozásokat is. De a sok terv közül egyelőre leginkább a kollekciója bővítésével van elfoglalva.